igazságnak ez napja, mert híve születét, ki származik ez napos, hiszen őjéről, csodálatos ez jelő, ki mindennek kedves nő, ő emberségében, és ki a leghatatlan, és ő megmondhatatlan, ő Istenségében, Isten fia születét, és a 85 éves Törökbánki Lendvai Károly férfi kórus nevében. Advent van, karácsonyra készülődés időszaka. Vas Albert karácsonyi versében írja, karácsony készül, emberek. Szépek és tiszták legyetek, súroljátok fel lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Az advent, az útkészítés időszaka, Keresztelő Szent János mondja, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot. Advent harmadik vasárnapja, a motto, örüljetek az Úrban szüntelen. Karácsonyra készülve szeretnénk már most megtapasztalni az örömet, a készülődés örömét, az örömszerzés örömét. Boldog az, aki tud örülni, boldog az, aki meglátja a másikban a jót, boldog az, aki a kicsi szépet, a kicsi örömet is észre tudja venni, örömre hív ma bennünket Jézus, adventi örömre, a készülődés örömére. Minden advent, kegyelem, vétkem jóvá tehetem. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is. Minden advent szeretet, Betlehembe vezetett, köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát. Nyitó számunk egy régi karácsonyi népdal volt, Vigasságnak ez napja. Vezényelt most is az est folyamán Tóth Csaba. Következik egy kánon, Bárdos Lajos ékes napra bírja. Ékes napra bírja, megszületett Krisztusunk, áldás, tisztesség, zenekarnak szó dicsőség, Betlehemünk kis gyermeknek, halleluja, mint kis jóra megújul vélemünket, dicsérjük Isten lényegünket, halleluja, 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 áldás mondozik, halleluja, 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 hirdessük dicsőség, szent áldás tisztesség, megszületett. Yeah.
Sponzum. Dicséret hangozzék minden újongás az Úrnak, ki megsajnálva az elveszett ember megszületett Szűz Máriától. Szóló énekel Csépő Csaba és Tóth Csaba, dobol Várnicki Ári. Thank you.
következő számunk, Kerubini, Veni Jézus, Jöjjön Jézus. Amen.
technikai változatot hallotta tőlünk, írt nekünk egy Alleluját, amely egy hálóra. Imádkozni már megtanultunk, főleg kérni, de hálát adni, azt kell felejteni. Pedig a hála az egyik legszebb emberi gondolat. Ha végiggondoljuk életünket, mindenért adhatunk hálát, életünkért, egészségünkért, ha van munkahelyünk, ha nincs a lehetőségért, hogy mi lesz velünk. Mert mindig csak akkor veszünk észre, hogy mi hiányzik, mikor elvesztettük. Mikor elvesztettük társunkat, elvesztettünk valamit, akkor derült ki, hogy mennyi minden birtokosan voltunk. Gondolatba adjunk mi is hálát, és hallgassuk meg volt Péter előbb. Thank you.
el valakit vár, a nem hívő valamit, az ünnepet, az ajándékot, kicsit több szeretetet, együttlétet. Valakire várni személyességet jelent, valamire várni tárgyi előkészületet. Én hogyan várom a karácsonyt? Valakire, Jézusra, szívem belső barátjára várjam, vagy valamire készülök? Egy szép ünnepre, ajándékozásra, akár énekkari felépésre. Ha valakire várok, minden valami belefér a választásba. Ha valamire várok, a személy, a születendő barát, Jézus barátja. Valaki hiányzik. Kérjük a közeledő, álljon az ajtónk elé, zörgessen, hogy meghalljuk végre, és valódi úgy jövet legyen az adventi várakozás követő karácsony. Következő számunk, Víg Kristóf, Pálinkás Péter, magyarok karácsonyára. Ebben kérjük a boldogságos Máriát, hazánk pátronáját, vigyázzon, ő magyar. Szóló énekel, onnan Jézus.
testvérek, köszönetet szeretnék mondani, hogy eljöttek erre a zenés estére, annak ellenére, hogy már munkanap volt, ilyen rossz idő van. Nagyon sok program van itt Török Bálintban is, és mégis minket választott. Ha szívünkben szeretet béke lesz, akkor lesz igazi karácsony. Áldott karácsony ünnepeket kívánok, és boldog békés új évet. Műsorunk befejező számával Dvorzsák, Égi Szent Béke.